Vastagon áll a sár az egyik lakóingatlan előtt, amit kis hián elöntött a vízgunarasban. A rendkívül sok csapadék ezt a területet sem kímélte. A helyiek szerint az áradás az innen néhány méterre található szántóföldekről érkezett. Dombóvár polgármestere azt mondja, 2 éve kezdtek el foglalkozni a problémával, akkor az árkokat rendbe tették. A mostani eset viszont megmutatta, hogy további intézkedésekre van szükség. Nyilván a földművelőkkel is közösen gondolkodva kell ezt a végleges megoldást megtalálnunk. Az is elképzelhető, hogy őket is be kell vonni ebbe, és nyilván lehet, hogy anyagi áldozattal is fog járni, hiszen az ő földjeiken kell majd innen a csapadékvizet egy másik árokkal levezetnünk, de az eddigi évek tapasztalni azt mutatják, és az eddigi pozitív jónak minősíthető együttműködésünk, hogy ez ennek nem szabad gátat, hiszen a közösen kell megoldanunk a problémát. A gunarasi eső utáni helyzetet személyesen tekintette meg Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ő arról beszélt stábunknak, minél előbb egyeztetni kell a közeli termőföld tulajdonosokkal és a vízügy szakembereivel annak érdekében, hogy hasonló a jövőben ne fordulhasson elő. Én szerintem a gazdáknak is el kell gondolkozni azon, hogy ekkora területeket szabad-e így egy növénykultúrával bevetni. Ráadásul most az is volt a gond, hogy például nem búza vagy árpa volt ott, vagy mondjuk lucerna, hanem kapás növény, tehát kukorica, és az még igazából nem tudja így június elején megfogni ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Úgyhogy több minden oka volt ennek a dolognak. Ezeket mind ki kell elemezni, és együttesen kell rá keresni a választ. A cél, hogy a végleges megoldást minél gyorsabban megtalálják, annak érdekében, hogy jövőre ilyen már ne fordulhasson elő gunarasban.